csak egy órát kaptak a képviselők, kicsivel többet, és 7 órakor, tehát 53 perccel ezelőtt elkezdődött az Alkotmányügyi Bizottság újabb ülése, vagy az ülés folytatása. És most megkértük Bárándi Gergely szocialista képviselőt, hogy egy pár percre jöjjön ki az ülésről, és tájékoztasson minket, hogy hol tartanak a vitában. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és örömmel tettem. Na és hol tartanak? Szavaztunk most már jó pár módosító javaslatról, és most tértünk át tulajdonképpen a legkényesebb érdemi javaslatoknak a megtárgyalására, úgyhogy ez van folyamatban a bizottságnak az ülésén. Nem tudom megtippelni, hogy mennyi ideig fog tartani, de hát természetesen mindahányan vagyunk, ameddig tart. Hát Papság Ferenc azt mondta, hogy éjfélig be kell nyújtani a módosító javaslatot, hogy jövő héten végszavazás lehessen. De egyébként miért? Az a helyzet, hogy ugye vannak különböző házszabályi előírások, hogy bizottsági módosítót meddig lehet előterjeszteni, a meddig benyújtott javaslatnál mikor lehet róla szavazni. Meg nem tudom megmondani, hogyha azt kérdezi, hogy melyik házszabályi, ez engem nem érdekel. Miért ilyen sürgős? Tehát az, hogy most éjfélig muszáj, hogy jövő héten szavazhassunk róla. És mi van akkor, hogyha 2 hét múlva szavazunk róla? Vagy jövőre? Hát 2014-ről van szó. Na ezt a kérdést mi is föltettük, és valóban ez a kérdésnek az érdemi része, hogy miért nem lehetett volna egy héttel csúsztatni, erre minden ellenzéki párt egyébként javaslatot tett, hiszen 2014-ben válik először aktuálissá az, hogy ezt a jogszabályt alkalmazni kell, de mondjam azt, hogy 2013-ban, mert hogyha a regisztrációt is beleértjük, akkor természetesen ez az időszak már fontos lehet, de az, hogy ezt most szavazzuk meg, vagy a jövő héten, vagy egy hónap múlva, valóban teljes mértékben mindegy. Én megmondom őszintén, hogy egyet tudok gondolni, hogy a Fidesz frakción belül is most már olyan ellentétek vannak, és olyan feszültségek, főleg a választójogi törvényt illetően, aminél biztonságosabban érezné magát a pártvezetés, hogyha túl lennének már a záró szavazáson. Ugye csak egy példát mondjak, ugye nem mindegy az, hogy mondjuk a KDNP, ha együtt indul a Fidesz-szel, akkor lehet-e majd önálló frakciója annak ellenére, hogy együtt jutottak a parlamentbe, vagy csak akkor lehet külön frakciója, hogyha külön pártlistán jutnak be. Ez egy fiktív példa volt. De ez most nincs benne a módosításban. A módosításban nincs benne, de az például benne van a törvény eredeti szövegében, hogy csak olyan néven lehet frakciót alapítani, amilyen néven a párt elindult. Nyilvánvalóan ez a pártok számára egy komoly kihívást jelent. Például egy esetleges akár kormánypárti, akár ellenzéki összefogás esetén, hogy mi lesz majd a frakció neve, vagy a szövetségben szereplő pártoknak tud-e önálló frakciója lenni, vagy sem. Most nyilvánvalóan ezek a kérdések és az ehhez hasonló kérdések feszültséget keltenek a kormánypárti frakcióban. Ez egyre több témában egyébként kirajzolódik és nyilvánvalóvá válik. Én megmondom őszintén, hogy csak ennek a számlájára tudom írni ezt a sietséget. Különben ezt a konfliktust, ezt a hat fogalmazzak így botrányt bevállalni teljesen felesleges lett volna. Mi van az egyesületekkel, mert nagyon sok tudósítás azzal a címmel jelent meg, hogy a Fidesz kizárná az egyesületeket a választásból, ami nem igaz. De igen, pontosan, tehát mi az, hogy egyesület indulhat? Én hallottam Papcsák Ferencet a Klubrádión nyilatkozni délután hosszasan. Ő azt mondta, hogy egész egyszerűen azt kérik az egyesületektől a kampányfinanszírozás pártpénze, vagy a pénzek átláthatósága érdekében, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a pártokra érvényes szabályozást magukénak vallják. Most ez van a módosításban? Sok mindenki beszélt erről össze-vissza, én szeretném ezt egyértelmű megfogalmazni. A mostani helyzet ugyanaz, minthogyha ezt a módosítást elfogadjuk. Nem ezzel volt a probléma. Azzal volt a probléma, hogy a Fidesz eredeti törvényjavaslatában, ami a választási eljárási törvényről szólt, lehetővé tette volna az egyesületeknek az indulását az országgyűlési választáson. Úgy szólt egyébként ez a mondat, hogy ugye a jelölő szervezetnek mi számít, választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásban szereplő egyesület vesző szakszervezet kivételével, továbbá nemzetiségi önkormányzat, stb. Magyarán szólva ez a megfogalmazás lehetővé tette volna az egyesületek elindulását. De ezt módosította Papcsák Ferenc?
Tessék? Ezt módosította Papcsák Ferenc azzal, hogy... Ezt módosította Papcsák Ferenc úgy, hogy az Egyesület nem indulhat, csak párt indulhat a választáson, egyébként, ahogy a jelenlegi hatályos szabályozás szerint is van. És egyébként, ahogy a jelenleg már elfogadott választójogi törvényben. Csak ugye az ellenzéki képviselők, én azt gondolom, joggal vetik azt fel, hogy ha egyszer ezt írják le, akkor valószínűleg ez a politikai szándék. Na de Papcsák Ferencet a saját két fülemmel hallottam, ő nyújtotta be ezt a több mint 60 oldalas módosítót, és ő azt mondta, hogy az van benne, hogy egyesületek indulhatnak, csak nyilatkozzanak, hogy hol, meg kinél, meg kifelé, az nem derült ki, hogy a pártokra érvényes szabályokat magukénak tudják. Ez nem igaz, tehát ez nem így van. Tehát most a módosításban az van, hogy egyesületek nem indulhatnak? Nem, nem indulhatnak. Mondom, a módosítás szövege pedig úgy szól, hogy az országgyűlési képviselők választásán, a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt. Továbbá az Országos Nemzetiségi Önkormányzat. Tehát én azt gondolom, hogy ennél egyértelműbb szövegezést nem lehet. Tehát én azt mondom, hogy volt az ellenzéki képviselők, én azt gondolom, joggal feltételezték, hogy, hogy a kormányerőben volt egy olyan politikai akarat, hogy az egyesületek elindulhassanak, és ehhez megteremtették volna nyilvánvalóan a koherenciát a korábban elfogadott választójogi törvénnyel, amely valóban ezzel ellentétes szabályozást tartalmaz. A probléma ott van, hogy 5 nappal azután nagyjából most lehet, hogy 6-tal, vagy lehet, hogy 4-jel, hogy megalakult egy egyesület, amelyik szándékozik indulni a választásokon, mégis módosítják ezt a javaslatot. Én megmondom őszintén, az egészben ezt érzem visszásnak és felháborítónak. Na hát akkor nagyon jó vitát, még éjfélig van idejük, aztán várjuk a további részleteket. Nem ígérem, hogy fennmaradunk odáig, már hogy éjfélig, de majd holnap sort kerítünk rá. Köszönöm szépen a rendelkezésünkre. Viszontlátásra, viszonthallásra. Mindjárt folytatjuk ugyanezzel a témával a reklám után. Itt lesz László Robert választási szakértő, és elmondja majd akkor, mi szerepel ezekben a módosításokban. Siffer András és Lukács Zoltán, maradjanak velünk.